virág. Kül sétál, benn sétál, királyné szép fia, kül seper, benn seper, királyné szép lánya. Királyné szép lánya, csurál már is volna, királyné szép fia, nem se Dávid volna. Jöjjön be, a mi szép házunkba, üljön le, a mi szép padunkra. Nem megyek, mert nem azért jöttem, hanem azért jöttem, jösszebbélem vagy sem. Ha szereti, szeresse, szépen felgyöngyölje, ha gyűlöli, gyűlölje, csúfol meg döngölje. Kukurudza, búza, szár, kapálatlan maradtál, fuss el Mihály kapárnak, s aztán házasodjál meg. Védj el ingem vagy egymást, inkább katát, mint egymást, készít neked vacsorát, tarka kutya cobokját. S a legénynek az is jó, hetűs állott galuska, hetűs állott galuska, ki szerelmet nem tudja. János bíró kincsem, irkusajat nékem, írnék biza kincsem, de nincs írókésem. Írókésem lenne, guzsajades lenne, írókésem nincsen, guzsajades nincsen. Róza lelkem kincsem, süspogácsat nékem, sütnék biza kincsem, de nincs búzalisztem. Búzalisztem lenne, pogácsa es lenne, búzalisztem nincsen, pogácsa es nincsen. Jó napot kívánok! Németi Mária vagyok, és nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, a résztvevőket, fellépőket, az érdeklődőket, az immáron 17. alkalommal megrendezésre kerülő Szivárvány Gyermeknéptánc Fesztiválon. Egy kicsit borúsabb az idő, mint tavaly, ez igaz, de én azt gondolom, hogy a hangulat az idén is fantasztikus lesz, hiszen remek produkcióknak lehetünk nem sokára a szemtanúi. De még mielőtt én a táncosoknak átadnám a színpadon a főszerepet és a lehetőséget, engedjék meg, hogy röviden, de köszönetet mondjunk, elsősorban a szervezőknek. A szervezőknek dr. Pesovár Elnő alapfokú művészeti iskolának és a Büki Művelődési és Sportközpontnak azért, hogy immáron 17. alkalommal adják meg azt a lehetőséget az iskoláknak, a csoportoknak és táncosaiknak, hogy ezen a szép májusi napon találkozhassanak, megnézhessék egymás munkáját, vagy esetleg megnézzék, hogy ki mennyit fejlődött egy év alatt. Köszönet jár továbbá Bükk városának, hogy biztosítja ezt a fantasztikus helyszínt. Hiszen akik már több éve rendszeresen visszalátogatnak ide, ők nagyon jól tudják, hogy a fesztiválon kívül számos kísérő program is tarkítja ezt a mai napot, hiszen kint kézműves foglalkozás, játszóház, sőt, hagyományos vasi ételek kóstolása várja az ide látogatókat, sőt, még dottóval is körbe lehet járni a várost, hogyha valaki szeretné egy kicsit jobban megismerni Bükk városát. Továbbá szeretnék köszönetet mondani a táncosoknak, a fellépőknek, hogy minden évben eljönnek ide az ország különböző pontjáról. És nem utolsó sorban az oktatóknak, mert én azt gondolom, hogy ők mind olyan emberek, akik olyan értékeket képviselnek a mai világban, mint például a mi hagyományaink és kultúránk ápolása, óvása és tisztelete. És ezeket az értékeket ők nagyon nagy szeretettel és áldozatos munkával próbálják meg átadni az ifjabb generációnak. És most engedjék meg, hogy személy szerint is színpadra szólítsam elsősorban Tóth Tamást, a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtárának igazgatóját, aki nagyon-nagyon hozzájárult a mai naphoz és a fesztiválnak a megrendezéséhez. Fogadják őt is nagy tapssal. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a 17. Szivárvány Gyermek Néptánc Fesztiválon, hiszen itt Bükön 7. esztendeje gyűlünk össze, gyűlnek össze ezek a csoportok, hogy megmutassák a tudásuk legjavát. Nem szeretném sokáig húzni a szót, hiszen Marcsi kolléganőm elmondott mindent. Nagyon sok mindenkinek köszönjük. Én külön az Örökség Népművészeti Egyesületnek és
a városnak, Bükk városának, különösen polgármester úrnak a támogató hozzájárulás egy évről évre. Ezen a színvonalon meg tudjuk rendezni ezt a fesztivált. Nagy öröm számomra, hogy elértünk oda, hogy több szervezet is támogatja a rendezvényünket, többek között a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma, többek között egy EFOP-os pályázat, hogy engedjék meg, de el kell mondanom a címét legalábbis, tehát ez az EFOP 1.2.9 kötőjel 17 kötőjel 2017 00038, a nők társadalmi elfogadottságának elősegítése a répcemeni turizmusban, hiszen 2-3 eleme, illetve a technikai része ennek a fesztiválnak ebből a pályázatból valósul meg. Köszönet a Csóri programnak, hiszen a csoportokon keresztül, az iskolán keresztül támogatva vagyunk szintén az idei rendezvényem. És köszönöm a média munkatársainak a hírverést, hogy elvitték a hírünket, és hogy a tavaly előtt és az elmúlt 7 esztendőből önök is láthassanak itt élményeket, hangulatokat, itt tőlem balra, évről évre egy 5 méterre mindig növekvő kis kiállítás van, Büki László, vaskarika.hu főszerkesztőjének fotóiból, hát jövőre ez már egy 25 méteres fal lesz, ahogy tervezzük, két részre megosztva. Hölgyeim és uraim, én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, a családok érezzék jó magukat, kicsiknek, gyerkőcöknek pedig azt, hogy érezzétek ma nagyon jó magatokat, és mindenkinek sok sikert és nagyon jó táncot kívánok. Legyen ma mulatság, legyen ma tánc. Köszönöm szépen. Nem sokára kezdődik a mulatság és a tánc, de az előbb elfelejtettem mondani, hogy a Keltike néptalcsoportnak köszönjük, hogy megalapozta a hangulatot már az előbbi csodálatos produkciójával. Most pedig fölkérném dr. Németh Sándort, Bükk városának polgármesterét, hogy nyissa meg ő is hivatalosan a mai fesztivált. Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, a gyermekeket, illetve a szülőket. Öröm számomra, hogy 7. alkalommal köszönthetem a 17. Szivárvány Gyermek Néptánc Fesztivál résztvevőit és kísérőket, hiszen ez a rendezvény azt bizonyítja, hogy az érték, illetve a népszerűség az nem egymás kizáró fogalom, hiszen akik itt szerepelnek, akik őket betanították, ezek a műsorok mind értéket képviselnek, és éppen ezért, vagy ahogy néha hétköznapokon gondolni szokjuk, vagy éppen ennek ellenére, mégis nagyon sok embernek a szívügye, tehát tömegeket is vonz, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan most is körülbelül 800 versenyző kis táncos van a városunkban, és ez azt jelenti, hogy ez a rendezvény elfoglalta méltó helyét a megye, illetve a magyar néptánc társadalomban, illetve a helyi program kínálatban is. Úgyhogy nagy örömünkre szolgál, ahogy intézményvezető úr is mondta, hogy ezt az értéket megfelelő helyszínnel ellássuk, itt lássuk önöket vendégül. Úgyhogy a korábbi évekhez hasonlóan most is nagyon jó szórakozást és eredményes versenyzést, táncolást kívánok. Köszönöm szépen, és megnyitom a természetesen a Néptánc Fesztivált. Köszönjük szépen, és most felkérném Szigetvári Józsefet, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület alelnökét, a Százhalombattai Forrás Néptánc Együttes alapító, együttes és művészeti igazgatóját, Bona Bonis, a Nemzet Tehetségért díjas pedagógust, hogy ő is nyissa meg néhány mondattal a fesztiválunkat. Szép napot kívánok a kedves szülőknek, a nézőtéren helyet foglaló táncosoknak, fellépőknek, érdeklődőknek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület alelnökeként és az Egyesület nevében. Én ma éjszaka érkeztem haza egy konferenciáról, a CIOF konferenciáról. Ez az a világszervezet, amelyik a hagyományőrzéssel foglalkozik és nemzetközi szinten szervezi a fesztiválokat, és ott a kollégáimmal épp arról beszélgettünk, hogy milyen sok ország tartozik hozzánk, és oda lyukadtunk, hogy én a magam részéről 123 országban jártam az elmúlt körülbelül 10 évben, nemzetközi folklór ügyekben. De be kell valljam őszintén, hogy Bükön még nem jártam soha. Ez az első alkalom, hogy itt vagyok, és ahogy beléptem ide, úgyis, mint a Százhalombattai Kulturális Központ igazgatója,
rögtön elöntött a sárga irítség, mert megláttam az épületet, meg megláttam a szabadtéri színpadot, a mellette lévő sportcsarnokot, hát szóval ez elképesztő, a Bükkiek nagyon büszkének kell, hogy legyenek, és a régiónak is nagyon büszkének kell lennie erre az egész komplexumra, mert az országban azt gondolom, hogy ez egy teljes egészében egyedülálló történet, úgyhogy én szívből gratulálok, és sajnálom, hogy nem Százhalombattán van mindez, de jó lenne, ha ott lenne. Ami nagyon fontos, hogy a mai napon mindenki többségében a gyermekét fogja megtekinteni, és mindenki úgy tekint erre, mint egy szabadidős elfoglaltságra. Gyerek éppenséggel zongorázhatna, kézilabdázhatna, vagy hip-hophozhatna is, de most a szülők miatt néptáncol. Most ez részben igaz, hogy ez nagyon kedves szabadidős elfoglaltság, de van egy sokkal fontosabb üzenete, a szellemi kulturális örökségvédelem. Ez egy világprogram, hiszen vannak az épített örökségek, úgy mint a várak, a kastélyok, a Taj Mahal, meg a piramisok, amelyek, hogyha nem nyúlunk hozzá 3000 éven keresztül, akkor sem történik semmi. A szellemi kulturális örökség adott közösség identitásáról szól, csak arra a közösségre jellemző, annak a hagyományai, annak az identitás alapját jelenti, amit generációról generációra vagy megőrzünk, vagy nem őrzünk meg. Nos, amikor a gyerekek fölmennek a színpadra, akkor azért kell nagyon örülnünk, hogy vannak harcosaink, akik a szellemi kulturális örökségünket tovább viszik, és még egy olyan világban is tovább viszik, mint például Brüsszel, ahol nem olyan régen jártam, és azt kellett tapasztaljam az Európai Uniós Parlament székházában, hogy nincsen férfi vécé, meg nincsen női vécé, mert már csak egybe kell mindenkinek egy helyre menni, mert megváltoztatják még a gendert is. Tehát ebben a világban meg nagyon főleg nagyon fontos az, hogy a szellemi kulturális örökségünket megvédjük, identitásunkat megtartsuk, tudjuk, hogy honnan jöttünk, és azt is, hogy hová megyünk. Ebben segít önöknek az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület. A mai nap alkalmával, amikor csillogó szemekkel nézik majd a kicsiket, a nagyokat a színpadon táncolni, akkor minden percben jusson eszükbe az, hogy amit látnak, az nem a szórakoztatóipar műfajához tartozó dolog, az a mi szellemi, kulturális örökségünk, és legyen mindenki büszke, hogy az ő gyermeke ennek bizony tovább vívője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kívánok önöknek csillogó tekinteteket, és sok örömet a gyermekeikben és a szellemi, kulturális örökségünkben. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! És végül Sipos Ferencet kérném a színpadra, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület örökítő Nyugat-Dunántúli regionális szervezetének elnökét. Fogadják nagy tapssal! Jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Győr-Moson, Sopron megye, Vas megye, Zala megye néptáncosait, énekeseit, népzenészeit, tisztelt szülőket, hozzátartozókat, és mindenkit, aki megtiszteli a rendezvényt, és érdeklődik a népi kultúra és a néptánc iránt. Három dologról szeretnék mindenki által remélhetőleg, és általam is remélhetőleg röviden beszélni. Az egyik a kötelesség, a másik az együttműködés, a harmadik pedig az együttlét. Tehát mindnyájunknak kötelességünk odavetni valamit a magyar nemzeti művelődés pompás építményéhez, ha nem is egészen pontosan, de Orbán Balázs szavait próbáltam idézni. Ez nem csak kötelesség, hanem lehetőség mindenkinek a számára. Életkortól, pozíciótól, beosztástól függetlenül, hogy színesítse, gazdagítsa a kárpát-medencei és ezzel együtt az európai kultúrát, segítse tovább élni és átadni majd az utódainak. Ennyit a kötelességről. Itt a színpadon majd ma, ha nem is biztos, hogy homokszemenként, lehet, hogy két marokkal hordják majd össze a gyerekek, meg a lábukkal, meg a tenyerükkel és a hangukkal, és remélhetőleg sok-sok lélekkel ezt a pompás kultúrát, gazdagítva a saját életüket, gazdagítva mindazokét, akik ezt nézik, és ezzel az életünket és egy magasabb minőségű életet hoznak létre maguknak és nekünk is, és azt gondolom, hogy ennél többet talán nem várhatunk el a táncosainktól, meg tőlünk sem. A következő az együttműködés. Mi hosszú évtized óta kiváló együttműködésben dolgozunk együtt itt Nyugat-Dunántúlon
a három megye néptáncos műhelyének vezetői néptáncpedagógusai, és arra bíztatom itt a háttérben, meg akárhol is levő táncosainkat, hogy ezt az együttműködést mi próbáljuk átadni, és ők majd szépen ebbe belecseperedve vigyék tovább, és a mai nap is ez az együttműködés jellemezze őket. Vegyék észre ne csak a saját táncukban az értéket, hanem a többi csoportéban, és arra is biztatom őket, hogy nézzék meg egymást, hiszen nem csak a saját, hanem a más produkciójából és tevékenységéből is lehet tanulni. A harmadik az együttlét. Ma, vagy az elmúlt években, vagy évtizedben a fesztiválok országa lettünk, én sokkal jobban szeretem Kovács Norbi Cimbi által és közösen megegyezve abban, hogy ezt cseréljük ki ezt a szót egy együttlétre, hiszen az együttlét benne van az, maga az együtt, az együttműködés is, persze az első gondolat is a kötelesség is. És az együttlét feltételezi azt a tevékenységet, amivel mindenki hozzájárul ahhoz, hogy ez az együttlét magas színvonalú legyen. Ezt kívánom mindenkinek, táncosoknak, zenészeknek, néptáncpedagógusoknak és a nézőknek is természetesen. És köszönöm szépen minden táncos, minden táncpedagógus nevében az Örökségnek, Brükkvárosának és a Pesovár Aminak a tevékenységét és munkáját, amivel ezt a rendezvényt szakmailag, anyagilag, munkával, előzetes szervezéssel és a lebonyolítással létrehozta, és bízom abban, hogy egy szép néptánc ünnepet ülünk itt ma Bükön. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és szerintem önök is együtt értettek vele, hogy az együttlét rendezvény nagyon jól hangzik, úgyhogy próbálom majd kerülni a fesztivál szót akkor a mai nap folyamán. És azt gondolom, hogy egy szuper jó dolog, hogy mi mind összeköttetésben vagyunk azáltal, hogy szeretjük a táncot, a zenét, a hagyományokat és a kultúrát, de hát az idén is azért egy kis izgalmat bele kell csempészni a programokba. Az izgalmat pedig a zsűri tagjai fogják biztosítani a mai napon, hiszen ő előttük zajlik a produkció, és természetesen minősíteni is fogják a csoportokat a nap végén. Engedjék meg, hogy bemutassam a zsűri tagjait. Szigetvári József, ő lesz a zsűri elnöke. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület alelnöke. A Százhalombattai Forrás Néptánc Együttes alapítója, együttes és művészeti igazgatója. Bona Bonis, a Nemzet Tehetségért díjas pedagógus. Továbbá... Köszönjük. Elsorolnám a tagokat is, Németné Bakonyi Erikát. Ő a Pilis Csabai Pádói Művészeti Iskola néptánc tanára és etnográfus. Farkas Lilla, néptáncpedagógus, az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesület elnökségi tagja. Vastag Richard, néptáncpedagógus és néprajzos. És Húsvét Csabát is köszöntjük, néptáncpedagógus, a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola táncvezető tanára. Köszönjük szépen a mai munkájukat. És engedjék meg, hogy még mielőtt a színpadra konferálnám az első csoportot, külön örömömet fejezzem ki azáltal, hogy az idén második alkalommal Büki csoport is részt vesz ezen a rendezvényen. De az első és nagyon buzdító taps most a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Möndölecske csoportjának jár, hiszen ők azok a bátrak, akik először lépnek a mai napon színpadra. A tagok a második korcsoporthoz tartoznak, és tudni kell az iskoláról, hogy az ő életükben is nagyon fontos a nemzeti kultúra és a néphagyomány és ennek ápolása. Az oktatás keretében pedig 6 csoportban sajátíthatja el immáron 150 gyermek a tánctudást. Egyébként a Möndölecske csoport az ELTE Szaváriai Egyetemi Központ szökős néptánc együttesével együtt már nem egy többed ízben szerepelt közösen. A Möndölecske csoport tagjai 8 és 10 esztendős gyermekekből áll, akik az elmúlt tanévben a Rába közé
tánccal és dalokkal ismerkedtek meg. Csoportvezetői Kővári Réka és Molnár Péter. A cím pedig a puhab mulatság. Tudja-e valaki, mi a puhab kifejezés? Tudni kell, de ne ijedjenek meg, nem lesz ilyen interaktív a mai műsor. Csak én nem tudtam, bevallom őszintén. Puhab. Puhab mulatság, a gyermekeket hívták régen így, hogy puhab, tehát gyermek mulatság érkezik a színpadra. Őket kíséri dudával Molnár Péter és a Bogja zenekar, és természetesen, mint ahogy nekik, hogy az összes csoportnak nagy-nagy tapsot kérek szépen. Thank you.